Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tírus és Szidón vidékére vonult vissza, és íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta, végül oda mentek hozzá, a tanítványa is arra kérték, küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett jóaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte e szavakkal, Uram, segíts rajtam. Ő így válaszolt, nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odaadni a kutyáknak. Mire az asszony? Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Kedves testvérek, kedves tévénézők, Tírus és Szidón környékét tulajdonképpen nagy részt a pogányok lakták. Ezért itt Jézus úgy gondolta, hogy nyugodtabban foglalkozhat az apostolaival. Azonban történik egy esemény, egy asszony fölismeri Jézust, valószínűleg már hallhatta, valószínűleg már láthatta valahol, és láthatta azt is, hogy csodákat tett. Ezért mer hangos szóval kiáltozni, könyörögni, hogy Jézus gyógyítsa meg az ő lányát. Először kitér a kérés elől, hallottuk, hogy az asszony hite és bizalma még jobban megnyilvánuljon. Főleg az, hogy ugye pogány néphez tartozott, sőt, szinte azt mondhatjuk, hogy elég durván elutasítóan megjegyzi, hogy nem illik a gyermekek elől a kutyáknak adni az eledelt. A válasz csak nekünk tűnik keménynek. Azok az emberek közel álltak a természethez, és a hasonlatot is természetesnek vették. Ez az elutasítás, amit hallottak, csak növelte az asszony hitét, és nem inkább megsértődött. Ezzel a hatalmas hittel érdemli ki, hogy kérése teljesüljön. Tehát észrevehetjük, hogy Jézus személyes küldetése a zsidó népnek szólt, de később a pogányokhoz is el fog jutni az egyházon keresztül. Ezek a kivételek igazolták, hogy a hitnek és a bizalomnak megvan az ereje. Amen.